Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a híres híreket látják 19 órakor. Most nézzük meg együtt képes tartalomjegyzékünket. Egy hétig még biztosan változatlan formában fennmaradnak a korlátozó intézkedések, jelentette be ma Orbán Viktor. A diákok úgy készüljenek, hogy május első napjaiban írásbeli érettségi biztosan lesz, mondta Maruzsa Zoltán. Adományt adott ma át dr. Salac László a Bács-Kiskun megyei oktatókórház COVID-osztálya részére. Egy hétig még biztosan változatlan formában fennmaradnak a korlátozó intézkedések. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be ma reggel a Kossuth Rádióban. A kormányfő azt hangsúlyozta, a nyitás lépéseit a beoltottak számához kell kötni. Egy hétig még biztosan maradnak a jelenlegi korlátozó intézkedések, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök ma a Kossuth Rádióban. Az adásban elhangzott, az operatív törzs péntek reggeli ülésének legfontosabb kérdése az volt, remélhetjük-e az oltások számának növekedésétől a járvány megfékezését. Több korlátozó intézkedést ugyanis nem visel el a társadalom. A nemzeti konzultációt kitöltők a fokozatos nyitást tartanák jónak, és ez a szakemberek véleménye is. Orbán Viktor hangsúlyozta, a nyitás lépéseit a beoltottak számához kell kötni. A kormányfő úgy fogalmazott, az operatív törzs olyan tervet dolgoz ki, amely meghatározza, hogy a beoltottak számának függvényében milyen lépéseket lehet tenni. Mint mondta, akkor lehet megtenni az első újraindítási lépést, ha minden 65 évnél idősebb regisztrált be van oltva, és a beoltottak száma is eléri a 2,5 milliót. Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy a járvánnyal szemben a legfontosabb védekezési eszköz az oltások számának növekedése. Minden héten 4-5-szer annyi embert oltanak be, mint amennyien megbetegszenek. A tervek szerint a jövő héten fognak döntést hozni arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak majd a húsvéti időszakra, amikor jellemzően az emberek útra kelnek, találkoznak. Át kell gondolni, hogy erre most biztonságosan van-e lehetőség. Orbán Viktor azt mondta, jó esély van arra, hogy az általános iskolákat újra tudják majd nyitni. Arról is beszélt a miniszterelnök, hogy sok a fiatal beteg, de az is kiderült, hogy a túlsúly és a cukorbetegség növeli a kockázatot. A kis és közepes vállalkozások nehéz helyzetben vannak, a szolgáltató szektorban dolgozók különösen. Őket bértámogatással, gyors kölcsönnel igyekeznek segíteni. A miniszterelnök türelmet kért ettől a szektortól, és mint mondta, a jövő év erős és bőséges lesz. Addig ki kell tartani. Elhangzott az is, hogy bizonyos szolgáltatásokat csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők tudnak majd igénybe venni. Az adatok mindeközben folyamatosan romlanak. Az elmúlt 24 órában közel 11 ezer új fertőzöttet regisztráltak, és elhunyt 213 beteg. Magyarországon eddig közel 18 ezeren vesztették életüket koronavírus fertőzésben. A cél az, hogy minél előbb véget érhessenek az oktatásban is a korlátozások. Ezt a köznevelésért felelős államtitkár mondta az Inforádió Aréna című műsorában. Maruzsa Zoltán az adásban beszélt a digitális átállás menetéről, a középiskolai felvételik módosult menetrendjéről és az érettségi lehetséges forgatókönyveiről is. A diákok úgy készüljenek, hogy május első napjaiban írásbeli érettségi biztosan lesz, és úgy készülünk, hogy a szóbeliket is a hagyományos módon megtartjuk. Ezt a köznevelésért felelős államtitkár mondta az Inforádió egyik műsorában. Maruzsa Zoltán részletezte, sok javaslatot kap a köznevelési államtitkárság, felvetették, hogy csak írásbeli legyen, de ez nem biztos, hogy mindenkinek könnyítés, és előbukkant az a javaslat is, hogy legyen választható a szóbeli. Forgatókönyvekben fel vagyunk készülve, de a diákok többsége érettségizni akar. Mondta Maruzsa Zoltán, majd megemlítette, a felvételi eljárás miatt is fontos lenne a teljes érettségi. A jelenlegi tervek szerint április 7-én indulna újra a tantermi oktatás az általános iskolákban, illetve ekkor térhetnének vissza a kisebb gyermekek az óvodákba.
A köznevelésért felelős államtitkár hozzátette, ez a jóslás kategóriája. Maruzsa Zoltán úgy fogalmazott, ha a járványhelyzet indokolja, akkor készek vagyunk ezen tolni, de ha a számok javuló tendenciát mutatnak, akkor mielőbb szeretnénk nyitni. A középiskolások november eleje óta digitális tanrendben dolgoznak, de az államtitkár azt reméli, hogy náluk is minél hamarabb vissza lehet állni a jelenléti oktatásra. Mint mondta, 3 vagy 4 hét múlva olyan kedvező helyzet lehet, hogy mindenki visszatérhet, de előfordulhat az is, hogy ütemezetten mehetnek vissza az oktatási intézményekbe. Az államtitkár beszélt arról is, hogy ellentétben a tavaly tavaszi korlátozásokkal ezúttal nincsenek kitiltva a diákok és a pedagógusok az iskolákból. Az érettségire készülőknek szervezhetők kis csoportos felkészítők, melyekkel élnek is az intézmények. Több doboznyi rétest, pogácsát, kávét és csokoládét adott át ma délelőtt a Bács-Kiskun megyei oktatókórház COVID osztálya részére dr. Salac László. Az országgyűlési képviselő így szerette volna kifejezni, hogy hálás az egyre nagyobb terhekkel szembenéző orvosoknak, szakápolóknak és mentősöknek. A képviselő szerint az átlagember azzal segíthet leginkább a kórházi dolgozóknak, ha felveszi a védőoltást. Adomány érkezett ma délelőtt a Bács-Kiskun megyei oktatókórház COVID osztályának dolgozói részére. Dr. Salac László országgyűlési képviselő hozta a több doboznyi finomságot. Minden elismerésem a kórházi dolgozóké, és ezt próbálom egy ilyen apró kedveskedéssel kifejezni. Rétest, pogácsát, kávét és csokoládét hoztam a COVID osztály szakdolgozóinak. Mi átlagpolgárok avval tudunk a leginkább segíteni a kórházi dolgozókon, illetve a kórházakon, hogy minél nagyobb létszámban regisztráljuk magunkat, és aki már regisztrálta magát, az a lehető leghamarabb próbálja magát beoltatni, és így enyhülhet az a teher, ami jelen pillanatban a kórházakra hárul. Dr. Salac László hangsúlyozta, hogy a koronavírus okozta járványhelyzet legsúlyosabb heteit éljük. Ez megmutatkozik az új fertőzöttek és az elhalálozottak számában is. A kórházi dolgozók egyre nagyobb teherrel néznek szembe. A frontvonalban lévő orvosok, szakápolók és mentősök azok, akikre a társadalom számíthat ezekben a nehéz időkben. A helyzet annyival jobb, mint egy évvel ezelőtt volt, hogy az egészségügyi dolgozók be vannak oltva, illetve az egészségügyi felszerelésekből nagyobb számban áll rendelkezésre. Viszont annyiból nehezebb a helyzet, hogy a vírus új mutációi egyre váratlanabbul és egyre gyilkosabban támadnak. Az osztály dolgozói nevében Papszekeres Anita ápolási igazgató vette át az adományt a képviselőtől. Salac László képviselő úr megkeresett engem telefonon, és jelezte felénk, hogy nagyon hálás az itt dolgozó szakdolgozóknak, nagyon tudja, hogy milyen megfeszített munkát végeznek, főleg most, hogy a járvány újra sajnos csúcsokat dönget, és nagyon sok a betegünk. Kérdezte, hogy mivel tudna kedveskedni a dolgozóknak, és abban állapodtunk meg, hogy meleg rétessel, csokoládéval és kávéval, ami mindig jól jön a műszakok közötti pihenőben, és így kaptuk tőle ezt. Nagyon örülünk neki, és nagyon szépen köszönjük. Az ápolási igazgató kérdésünkre elmondta, hogy ha valaki szeretne felajánlást tenni a COVID osztály részére, a kórház PR menedzserén keresztül teheti meg. Letartóztatták ma a 2 nappal ezelőtti késelés gyanúsítottját. Mint ismeretes, március 17-én reggel az egyik áruház parkolójában 2 férfi vitatkozott össze, végül az egyik kést vett elő és combon szúrta embertársát. Információink szerint szerelemféltés miatt alakult ki egy közlekedési konfliktus, amely a parkolóban végül tetlegességig fajult. Vérfolyt Kecskemét egyik áruházának parkolójában szerda reggel. 2 férfi vitatkozása ugyanis tetlegességig fajult. Információink szerint szerelemféltés miatt történt először az érintettek között egy közlekedési konfliktus, majd a vitát a parkolóban folytatták. Az ügy gyanúsítottja egy késsel combon szúrta a sértettet, aki 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A szurkáló elmenekült a helyszínről. A kecskeméti rendőrök rövid időn belül elfogták az ügynek a gyanúsítottját.
akit felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette, és súlyos testi sértés büntette miatt hallgattak ki gyanúsítottként. A rendőrség kezdeményezte a férfi letartóztatásának az elrendelését is. Úgy tudjuk, hogy a férfi nem ismerte be bűnösségét. A letartóztatás elrendelését a Kecskeméti járási ügyészség is indítványozta több okból kifolyólag. Megalapozottan tartani kellett attól, hogy a gyanúsított, a férfi a bizonyítást megnehezítené, veszélyeztetné. Ezen kívül a bűnismétlés veszélye is a ügyészség szerint a letartóztatás elrendelését indokolja, ugyanis a gyanúsított hasonló bűncselekmény miatt korábban már volt büntetve. A férfit ma letartóztatták, azonban a döntés nem végleges, mivel a gyanúsított és védője enyhítést kérnek. Bűnügyi felügyeletért fellebbeztek. Tömegbalesetet okozott az a külföldi sofőr, aki az éjszaka szembe ment a forgalommal az M5-ös autópályán Szeged határában. Azt, hogy a bolgár autós hol hajtott fel a strádára, még vizsgálják. A forgalommal szembe Budapest felé haladt egy bolgár személygépkocsi az M5-ös autópályán, ami miatt 7 autó ütközött, majd a vétkes jármű a stráda közepén állt meg. Az eset csütörtökön este nem sokkal éjfél előtt történt. A vétkes sofőr az államhatár irányából hajtott fel a stráda Röszke felé vezető oldalára Szeged közelében. Volt olyan autó, amelyik az árokba csapódott, egy másik szalagkorlátnak ütközött, a többi a pályán állt meg. Az elsőként odaérkező magyar kis teherautó vezetője azt mondta, hogy a sötétben csak azt vette észre, hogy valami neki csapódik, ezután történtek a sorozatos ütközések. A balesetben egy magyar volt, a többi résztvevő pedig külföldi állampolgár. Azt, hogy a bolgár autós hol hajtott fel az M5-ösre, még vizsgálják. A helyszíni szemle és műszaki mentés idejére több órán keresztül félpályás útzár volt érvényben az érintett szakaszon, csak a belső sáv volt járható. Május 1-jével új vezetője lesz a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárnak. Az igazgatói állásra 4 pályáztak, a szakmai zsűri azonban csak 2 pályázót tartott alkalmasnak a feladatra. Ramháb Mária, aki 1990 óta az intézmény vezetője, nyugdíjas kora miatt nem indult újra. Mint megtudtuk, a beérkezett 4 pályázatot online megbeszélésen bírálta el egy 5-tagú szakmai bizottság. Könyvtári és szakszervezeti képviselők mellett jelen volt a virtuális ülésen professzor dr. Barátné Hajdú Ágnes, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, a városvezetést pedig Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester képviselte. A 2 órán zsűrizésen meghallgatták a 4 pályázót, akik ismertették szakmai elképzeléseiket. A bizottság tagjai végül egyhangú döntést hoztak, miszerint eddigi pályájuk, szakmai tapasztalataik alapján csak 2 alkalmasak a Katona József könyvtár igazgatói feladatainak ellátására. A 2 pályázóra szóló támogatói döntést a bizottság tovább küldte az Emberi Erőforrások Minisztériumának, amelynek 30 napja van arra, hogy értékelje a javaslatot. A kinevezésről a Kecskeméti Közgyűlésnek kell döntenie, amennyiben április végéig össze lehet hívni a testületet. Ha a vírushelyzet miatt ez nem történik meg, akkor Szemereiné Pataki Klaudia polgármesternek saját hatáskörben kell döntést hoznia az új igazgató személyéről. A napokban elindultak a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szokásos tervszerű tavaszi lemosó permetezései. A városban ezért sok helyen látni esténként és éjjel permetet fújó autókat. Az utcát járó kis teherautóknak tehát a közösségi médiában megjelent találgatásokkal ellentétben semmi köze nincs a koronavírushoz vagy a szúnyogirtáshoz. Kecskeméten a fásszárú növények, elsősorban a vadgesztenye, a platán, valamint egyéb díszfák és cserjék védelmében végzik ezeket a munkálatokat. A permetezés célja a kéregrepedésekben rügyeken áttelelt károsítók, például a takácsatkák, levél és pajzstetvek, valamint a gombabetegségek elleni védelem. Csütörtök este a Serfőző utcában kezelték a fákat a növényvédő és kártevő írtó Kft. Szakemberei. A növényvédelmi munkákat már 35 éve végzik a városban. Az idei permetezéssel a tervek szerint április 6-án végeznek.
Az alkalmazott növényvédőszerek környezetbarát, biokultúráknak is engedélyezett termékek. A hatóanyagok parafinolaj, illetve réz, így enyhe csapadékos időben is járhatják az utakat a permetező autók. Az olaj megfullasztja a kártevőket, a réz pedig a gombabetegségek szaporító képleteit pusztítja el. Előfordulhat, hogy a szer a parkoló autókra hullik, azonban semmilyen kárt nem okoz, és az könnyen eltávolítható, lemosható. Kirakati kiállítással készült a Hírös Agóra ifjúsági otthon a Bábszínházi világnapra. A tárlat már ma is látható volt az épület sarkánál lévő ablakokban. A járókelők a Hét Kecskegida történetébe és az intézmény bábos programjaiba is betekintést nyerhetnek. Meglepetéstárlattal készült a Hírös Agóra ifjúsági otthon a Bábszínházi világnapra, amit minden évben a tavasz első napján, azaz március 21-én tart a bábos közösség. A kirakati kiállítás azonban már ma is megtekinthető volt a Széchenyi tér felőli ablakokban. Az intézményben a bábműfaj több formában is jelen van, ezekből csemegézve állították össze az installációt is. Most a pandémiás időszakban egy kirakat kiállítással készülünk erre a napra, hiszen vendégeket fogadni nem tudunk, de itt a kirakatunk előtt járókelő családok meg tudják nézni a kiállított képeket, ezt a kis mese jelenetet, tehát reméljük, hogy ezzel örömet szerzünk nekik, és kedvet kapnak a bábozáshoz. A világnaphoz kapcsolódó akció ötletgazdája Szirtes Józsefné, Mészáros Vincéné díjas pedagógus és bábcsoportvezető, aki a családi bábszínházat is vezeti az ifjúsági otthonban. Gondoltuk, hogy tegyünk mi is érte valamit, hogy felhívjuk a figyelmet erre a művészeti ágra, amely sokkal több, mint sokan gondolnánk, csak egyszerű puszta játék, sokkal több, hiszen bábszínházat nem csak nézni, hanem csinálni is jó. Nagyon hasznos dolog az iskolákban, óvodákban egyaránt. A Szirtes Józsefné által megálmodott tárlatot a Csai Rita, az ifjúsági otthon munkatársa, a Diák Galéria vezetője hozta létre. Ő volt az, aki a több évtizedes bábokat és díszleteket felújította, kitalálta az összeállítást és elkészítette a csalogató feliratokat. A látvány és a bábok remélhetőleg megállásra késztetik a családokat, a gyerekek pedig kedvet kapnak ahhoz, hogy otthon eljátsszák a Hét Kecskegida történetét. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Egy hétig még biztosan változatlan formában maradnak a korlátozó intézkedések. A nyitás lépéseit pedig a beoltottak számához kell kötni, jelentette be Orbán Viktor ma reggel. A diákok úgy készüljenek, hogy május első napjaiban írásbeli érettségi biztosan lesz, és úgy készülünk, hogy a szóbeliket is a hagyományos módon megtartjuk, mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. Több doboznyi rétest, pogácsát, kávét és csokoládét adott át ma délelőtt a Bács-Kiskun megyei oktatókórház COVID-osztálya részére dr. Salac László. Letartóztatták ma azt a férfit, aki két nappal ezelőtt megkéselte embertársát Kecskeméten egy parkolóban. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban megnézhetik, milyen újdonsággal készült idén Rimóci László Lajos Mizsei cukrász húsvétra, hogy egy kis mosoly csaljon az arcokra ebben a nehéz időszakban. Ezt követően pedig megmutatjuk, hogy mivel kísérletezik mostanában a Fehér Vera fotóművész, aki ott van az öt ország összefogásából született New Visegrád Photography utazókiállítás legtehetségesebb fotóművészei között. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím hírös.hu. A hírös híreket 21 és 22 óra 45 perckor, éjszaka a képújság idejében óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik.
Kedves nézőink, ne feledjék, friss hírekkel, információkkal hétfőn este a szokásos időben, tehát 7 órakor várjuk Önöket. Én munkatársaim nevében mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes, pihentető hétvégét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra! Szombaton általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Szorványosan várható hózápor, zápor, északnyugaton helyenként kisebb havazás, havas eső is lehet. Kora délutára 4 és 9 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap felszakadozik a felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű. Az északi-északkeleti szél sok helyütt megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 1 fok között várható, a csúcshőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű. Hétfőn az ország nagy részén közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Helyenként zápor, hózápor is előfordulhat. Az északi szelet nagy területen kísérik erős széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 2 fok között várható, a maximum hőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű. Éve 1876. március 19-én született Benedek József, műlakatos mester, szerkesztő, újságíró. Erdélyből származott, 1904-ben önállósította magát. Évtizedeken át Kecskemét legkiválóbb iparosai között tartották számon. Műhelye a budai, majd a Wesselényi utcában volt. Számtalan épületvasalás, vasportál, kapu, rács, zár, kút, vízszűrő és tűzhely dicsérte kezemunkáját. Sőt, 1914-ben a torinói világkiállításon kézimalmát díszoklevéllel is jutalmazták. Az 1920-as években egy praktikus zárszerkezetet talált fel. Aktív résztvevője volt a híres város közéletének. Szociáldemokrata érzelmű volt. 1903. decemberében az ő szerkesztésében jelent meg a Kecskeméti Munkás című lap, melyben ügyesen védte az élet kisemmizettjeinek érdekeit. 1952. augusztusában hunyt el. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban megnézhetik, milyen újdonsággal készült idén Rimóczi László lajosmizsei cukrász húsvétra, hogy egy kis mosoly csaljon az arcokra ebben a nehéz időszakban. Ezt követően pedig megmutatjuk, hogy mivel kísérletezik mostanában a Fehérver a fotóművész, aki ott van az öt ország összefogásából született New Visegrád Fotografé utazó kiállítás legtehetségesebb fotóművészei között. Kérem, tartsanak velünk!
Idén nem tojást, hanem vakcinát hoz a nyuszi húsvétkor. Rimóci László, Lajos Mizsei cukrász az újdonsággal egy kis mosolyt szeretne csalni az arcokra ebben a nehéz időszakban. A grillás gurú nem titkolja, a csoki ampullákkal az oltást is szeretné népszerűsíteni. A következő percekben egy rövid és vidám videót láthatnak, ami tele van édességgel és szeretettel. Idén húsvétkor nálunk a csokoládé nyuszi, az nem húsvéti tojásokat hoz, hanem csokoládé vakcinákat, és hát ezzel ékesítjük fel a húsvéti csokoládé nyuszikat. Jó minőségű olasz tej vagy étcsokoládé felhasználásával készítjük, és hát a csokoládé vakcinának pedig mi készítettünk egy ilyen szilikonöntő formát, és ebbe teljöntjük temperált csokoládéval, és ez szépen kidermed, és a felszínét pedig egy ilyen ezüst lüsztreporral kezeljük le, és akkor csak a mértékegységeket bevágdossuk rajta, és ezzel díszítjük fel. Ez nem egy töltött csokoládé, hanem csak a sima tej, a tej csokoládés nyuszihoz, ét az ét csokoládés nyuszihoz. Csokoládé tojásokra pedig ilyen tükörtojás változat, a fehér csokoládéval és egy félszem makaronnal díszítjük, és ezt is nagyon kedvelik a vásárlóink. Ugye nem mindenki gondol arra, hogy csokoládé vakcinás nyuszit a húsvétkor, és ezeknek van alternatívát szeretnénk nyújtani, meg nem vakcinás, de nagyon sokan hiányolják tőlünk a szájmaszkos nyuszikat is, a Mikulásból kiindulva. Én már nem szerettem volna szájmaszkos nyuszikat gyártani, de a vevőigények erre is kiterjednek. Egy pozitív üzenetet szerettem volna hordozni, tehát nem a maszkkal, mint bezárkózva ez a nehéz időszakban, hanem teljesen a fényt, a jövőt, a kinyílást, tehát az oltást népszerűsítve, mert én is ebben látom teljes mértékben a jövőt és a megoldási lehetőséget. Analóg és digitális fotókészítési technikák ötvözésének segítségével kísérletezik a járvány alatt otthon a Fehér Vera. A fotóművész, akinek stílusától távol áll a merev beállítottság, izgalmas kihívásként tekint a régi korok képalkotási technikájára. Ezzel az analóg fényképezőgéppel dolgozik mostanában sokat a Fehér Vera fotóművész. A képek elkészítése és előhívása türelemjáték. A járványidőszak kevés előnye közül viszont az egyik, hogy most van idő kísérletezni, új dolgokat kipróbálni. A bemutató kedvéért stábunk is a folyamat részévé vált, modellt álltunk a művésznek, és megismerkedtünk a sötét kamra rejtelmeivel is. Na most ez fog történni, hogy ebből ki fogom venni a papírképet, amin vagy, és akkor belerakom a papírhívóba, aztán a stopfüldőbe, aztán a fixírbe. Egészen a folyamat végéig nem jöhet be semmilyen fény ide, csak ez a piros lámpa világíthat, mert különben elégne a kép, szóval akkor tiszta feket. Ha most így elővenném, akkor így elfeketedne és kész, akkor így nem lenne rajta semmi. Egy mobil alkalmazás segítségével az előhívás után már megnézhető az eredmény. Na, szóval lefényképezem az orsit, mondjuk így, és akkor van egy ilyen appom, ahol a negatívot átfordítom pozitívba, és akkor itt van. A képeket a sötét kamrából a fürdőszobába visszük, ahol Vera vízzel lemossa róluk a különböző vegyszerek maradványait. A folyamat 10-15 percig tart. Ezután nincs más hátra, mint felcsiptetni és megszárítani az alkotásokat. A képek a számítógépen kapják meg végleges formájukat. Vera spontán stílusától alapvetően távol állnak az ilyen mereven beállított képek, mégis izgalmas kihívás számára elmélyedni a régi korok képalkotási technikájában. Tulajdonképpen ez a vége az analóg fényképezésnek, vagyis hát bizonyos körökben ez az eleje,
tehát ez a nagyformátumú fényképezés, ami azt jelenti, hogy a nyersanyag az nem egy kisfilm, például ugye, ami a kisfilmes gépeknél van, az egy 35 mm-es kis fényérzékeny anyag, hanem itt 9x12 cm-nél kezdődik a mérete a fizikai képnek, tehát annak, amit lefényképezel. De ez a nagyformátumú fényképezésnek az eleje, tehát ez a legkisebb lehetséges verzió, amit nekem van. Ez egy Plaubel kardános gép, és az, hogy kardános, ez azt jelenti, hogy az élességi síkot azt nagyon sokféleképpen tudom variálni. És általában ezt stúdiófotózásnál használják, vagy műtermi fotózásnál, de igazából bármilyen, tehát fotoművészek ezt viszik a hátukon a hegységekbe is, vagy bárhova, tehát fesztiválokra, vagy akármi. Én ezt nem a bevett szokás szerint használom, hanem, tehát nem filmre fényképezek, ez egyrészt azért is, mert az nagyon drága lenne, másrészt tök praktikus oka van, mert nem volt éppen síkfilm, belevaló síkfilm Budapesten abban a boltban, ahol én vásárolni szoktam. Meg azért sem síkfilmre fényképezek, mert még egyelőre nem akarok egy ilyen drága nyersanyagot erre pazarolni. De a lényeg az, hogy papírra fényképezek, tehát fényérzékeny papírra, olyan papírra, amire egyébként nagyítani szoktak a sötét kamrában. És akkor ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon érzéketlen anyag. Tehát nagyon sokáig tart, mire a kép megszületik rajta. És ez mondjuk úgy lehet elképzelni, hogy egy átlagos érzékenységű film, amit mondjuk az utolsó analóg korszakban vettél a kis gépedbe és belefűzted, az mondjuk egy olyan 200-400 ISO között volt. Arra már lehet pillanatképeket készíteni. Most ezeknek a papíroknak a fényérzékenysége az ilyen 3 és 5 ISO, tehát nagyon kevés, sokkal kevesebb, és emiatt a képek, amiket készítek, ezeket egy másodpercig, vagy több másodpercig, minimum egy nagyon napfényben fél másodpercig kell exponálni, de pillanatképeket nem lehet vele igazából készíteni. Tehát az, amit eddig csináltam, például ami a diplomamunkám is volt, a kislányomról, vagy tényleg ilyen akcióképeket, ezeket ezzel nem lehet sajnos. Nem sajnos, hanem ez emiatt egy más irány, vagy egy másik világ, egy kicsit egy ilyen megrendezettebb világ, vagy egy ilyen átszellemültebb az egész. És hát az optikák miatt, amiket használok, nagyon érdekes látványok vannak, olyan, mintha ilyen múlt századi helyzetekbe csöppennénk vissza. Papírra fényképezek, tehát nem filmre, nem egy átlátszó anyagra, amit egyébként, hogyha így lenne, akkor bedugnék a nagyítógépbe, és levilágítanám, és akkor a papír lenne papírra a pozitív képem kerülne már. Így viszont ezt egy... Hát kevésbé pontos technikával lehet papírról papírra sötét kamrába átvilágítani, tehát van egy ilyen verzió, csak az nem túl éles, az nem tökéletes, ami így a papír negatívnak a tökéletes, tehát ami lehetőségem van, az, hogy beszkennelem, bedigitalizálom a papírképemet, és akkor digitális szoftverrel fordítom át a negatívot pozitívba. Ha az ember beleszeret egy technikába, vagy látja, hogy az mit tud, vagy hogy hányféleképpen bele lehet nyúlni, azért az ott úgy magával rántja. Tehát, hogy nem mindig az van, hogy én kitalálok előre egy koncepciót, vagy bármit, és akkor azt megvalósítom, hanem sodródni kell. Én meg nagyon szeretek kísérletezni, és hát ugye a hibaizmus is akkor úgy született, hogy mindenféle dolgot bevetettem, amit csak lehet abba, hogy minél különlegesebb látványokat hozzak létre, és hát végül is ez most inkább közelebb áll egy kicsit a hibaizmushoz, mint mondjuk egy professzionális alkalmazott helyzethez, vagy egy profi fotós, vagy egy digitális esküvői fotózáshoz, vagy nem tudom, bármilyen fotószolgáltatáshoz.
A művész szerint az eljárás, amellyel kísérletezik, beépülhet az általa kínált szolgáltatások körébe is. Van olyan helyzet, amikor így bármilyen portfólióhoz, vagy bármilyen, nem is tudom, akár egy esküvői fotóhoz is szerintem ezt így föl lehet használni, ezt a látványvilágot. Csak hát ugye ehhez az kell, hogy legyen egy csomó referenciám, hogy többféle képi világot mondjuk meg tudjak vele alkotni, mert hogyha nagyon egyféle, akkor arra úgy hamar ráunnak az emberek, szóval érdemes egy kicsit sokrétűen felhasználni akkor ezt a technikát. Tehát én úgy tudom ezt elképzelni, átültetni az alkalmazott világba, hogyha tudok idomulni egy megrendelőnek a kéréseihez. A fotóművész a New Visegrád Photography utazókiállításról is mesélt stábunknak. A kiállítás sorozaton 5 ország 24 fiatal fotósának alkotásai szerepelnek. Magyarországot 10 művész, köztük a Fehér Vera képviseli. Ez végre egy olyan kiállítás, amihez így nincs úgy közvetlen közöm, hanem ez a diplomaszerzés után a tanáraink küldtek be minket erre a pályázatra, vagy erre a lehetőségre. Az országban három helyen, a Moholy Nagy Egyetemen, a Metropolitan Egyetemen és a Kaposvári Egyetemen van ilyen fotómesterképzés, és akkor az olyannak ítélt diplomákat beküldték a tanáraink, és akkor az átment még egy szűrőzésem, még egy zsűrizésem, és így kerültem be ebbe a 10 fős kiállításba, amit utaztatnak Európában. Ez igazából egy ilyen utógondozás az egyetemek részéről. Tehát én úgy tudom, hogy ez az egész úgy született, az összes kiállító úgy került be, hogy a Magyarország és külföldi különféle egyetemeknek a legjobbnak tartott, a legjobb eredményeit mutatja be. Tehát gyakorlatilag a képzésekről szól inkább ez az egész kiállítás, és az egyetemeket reklámozzák a mi munkáinkkal. Ugye egyébként ez nagyon érdekes, mert hát az én diplomamunkám is egy sokkal nagyobb rétű dolog, vagy összetettebb dolog két képnél. Tehát az a két kép az valamennyire reprezentálja persze azt az anyagot, amit én ott elkészítettem, de nem maradéktalanul. De azért mégiscsak nagyon jó érzés, hogy ki tudnak úgy venni két képet, és mondjuk egy nemzetközi zsűri is ki tud úgy venni két képet abból a munkából, hogy ez megállja a helyét. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Egy hétig még biztosan változatlan formában maradnak a korlátozó intézkedések. A nyitás lépéseit pedig a beoltottak számához kell kötni, jelentette be Orbán Viktor ma reggel. A diákok úgy készüljenek, hogy május első napjaiban írásbeli érettségi biztosan lesz, és úgy készülünk, hogy a szóbeliket is a hagyományos módon megtartjuk, mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. Több doboznyi rétest, pogácsát, kávét és csokoládét adott át ma délelőtt a Bács-Kiskun megyei oktatókórház Covid osztálya részére dr. Salac László. Letartóztatták ma azt a férfit, aki két nappal ezelőtt megkéselte embertársát Kecskeméten egy parkolóban. Tömegbalesetet okozott az a külföldi sofőr, aki az éjszaka szembe ment a forgalommal az M5-ös autópályán Szeged határában. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb hétfőn este várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, szép hétvégét kívánok mindannyiuknak, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!